Pénteken este megkezdődött az Albarégia Fest. A fesztivál 2014 óta minden évben színesíti Székesfehérvár zenei életét. Három napon keresztül nem volt megállást, hazánk legigényesebb zenekarai varázsoltak és hódították meg a várost az ingyenesen látogatható koncertekkel. Idén is a hazai jazz, fúziós zene és a funk soul szcéna legnépszerűbb együttesei előadói adtak koncerteket a Bartók Béla téren felállított szabadtéri színpadon. Minden évben három fontos pillére van, egyrészt az időjárás, másrészt nyilván a fellépők, ami a mi felelősségünk, illetve az a színvonalú infrastruktúra, amin ők megszólalnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy idén is minden biztosított ahhoz, hogy jól érezzék magukat a kilátogatók. Bízunk benne, hogy a jó idő hatására, illetve a program hatására minél többen ki fognak jönni idén is. Fúzió Grupp és a Szabó Gyányi Kvartett kiegészülve Fekete Kovács Kornéllal, a Modern Art Orchestra vezetőjével, fantasztikus zenével köszönt be a közönségnek. Ebben az évben ünnepeljük a 30. jubileumunkat ezzel a zenekarral. Ennek kapcsán megjelent egy jubileumi albumunk áprilisban, XXX címmel, és úgy döntöttük, hogy ebben az évben végig ünnepeljük ezt a 30-as évfordulót, hiszen ez egy nagy dolog szerintem, hogy egy jazz műfajában működő zenekar 30 éven keresztül aktív tud maradni, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és ennek szellemében jöttünk ma. Majd jött a várva várt Szabó Gyányi Quintett. Szabó Dani a város szülötte és csapata szívesen látott vendég szerte az országban. Most otthonról hazajött és zenekarával megerősítette, az a letisztult instrumentális jazz, ami immár a sajátjuk, korántsem véletlenül hódít. Volt már egy alap setlistünk, egy alap repertoárunk, és most, hogy Kornél velünk van, így igazából hangszereltünk rá úgy olyan trombita szólamokat, amiben ő is tud fújni, úgyhogy most egy quintetből egészen sextetté bővülünk, úgyhogy egész héten voltak próbák, hogy a mai is, holnap még játszunk egyet majd Paloznakon, erre az alkalomra készült ez az egész repertoár, amit most eljátszunk majd itt. A klasszikus jazzbarátok mindhárom napon lubickolhattak a műfaj sokszínűségében, és megerősítetett, hogy az Albarégia Fest nem csak egy fesztivál, sokkal inkább egy kultúrmisszió.